A videót a Konzolvilág támogatta. Várjatok! Szóval, az a helyzet, hogy jelenleg itt is live-ozok, ami azt jelenti, hogy vagy itt live-ozok Instagramon. Sziasztok! Az lesz itt a helyzet. Nincs semmi értelme, viszont arra gondoltam, hogy most gameplayt veszek fel. GTA. Itt van minden. És, hogy azt csináljuk, hogy én leteszem ide most a kamerát, és pár percet úgy fogok játszani, hogy itt vagytok ti is, meg ti is. És hogy kicsit, hogyha hát, ha élvezitek ezt a dolgot. Nem biztos, viszont lehet. Úgyhogy ezt így oda teszem, és akkor az ott fog engem figyelni. Láttok mindent, szevasztok, hogyha valaki nem tudja, hogy mi van, akkor mondjátok már nekik. Úgyhogy az a helyzet, hogy mi most a következő következő küldetést fogjuk végigvinni. Ezt is csináltuk már, igazából szerintem az összeset csináltam már, viszont nem feltétlen videóban, úgyhogy most ez fog történni. Azt mondja, hogy Tracy. Jó. Cigivel a szájába, az igen. Lakásba. De most kijött a lakásba, ne szórakozz. Teniszütők. Amanda. Ó, oh, Amandát keresi. Bazd meg, Michael. Az kemény. Az igen, kiszakította, még a izé is, a muskát listra esett. Na de itt van Franklin. Megcsalta a gyerekek a feleségét. Hashtag Anfield marad a név. Sziasztok! Még egyszer, sziasztok! Mondjátok el, hogyha valaki nem tudja, szállj be a kocsiba! Követem a teniszedzőt, ne szórakozz! El kell kapni a teniszedzőt, az a helyzet! Megcsalta a feleségünket, vagy a feleségünk megcsalt minket a teniszedzővel. Most aztán elkapjuk. Ó, hogy rohagy meg, hogy itt fordulsz le. Hallod, kiszakítunk mindent. Menjél már innen! Úgyhogy még egyszer mondom az Instagramosoknak, hogy felvétel folyik jelenleg. És hát csak ilyen, mit tudom én miért, gondoltam rá, hogy ezt így megosztom veletek, és ti is tudjátok élőben nézni azt, amit én majd májusban teszek ki. Mert egyébként még április vége fele járunk. A gameplay. Ó, hogy rohagy meg, hogy menjél már innen! De hát hogy? Úgy. Hát de láttátok mi volt, vezess a kanyonhoz. Kösz. Ez beáll elém egy izé. Mi volt ennek a neve? Az, beállt elénk. Na most aztán oda megyünk. Szétszurkáljuk. Hoppá. Úgy kell oda menni. Jó van. Ja igen, ezt tudom, ez volt, persze, hogy volt, emlékszem én rá. Az edző már is elintézi magától. És akkor azt tudjuk itt csinálni, hogy ide állunk, szépen, figyeld. És akkor most rákötjük szépen a izét, a kötelet. Figyeld, rákötöm oda valahova a kötelet, és le fogom szakítani. Közben jelzem, hogy 979-szer itt vagyunk. Kövessetek be! Ebben meg belenéztetek. Ó, milyen a teniszedzőnek, milyen helye van ott. Take my money and nail my wife? Are you fucking kidding me?
I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Úristen, úristen. Na most aztán kibaszunk vele. Figyeljétek meg. Úgy kibaszunk vele. Elindulunk az Ottóval. Na induljunk el azzal. Püff! Most aztán figyeld, hogy leroboljuk a házát. Szavasz, bátya! Hallod? Ott van! Szétszedjük a házat, rohagy meg! Megcsart a feleségünk veled. Ez nem fogja, azt mondja Franklin, ez nem fogja magát kiásni estig. Hát nem. Ott vannak a jüszkös bútorok, he. Repül az ágy. Szávasztok. Megjöttünk. Szávasztok. Igen, van nekem magyarosítás. Menj vissza Michael házához. Na most akkor vissza kell vezetni, hogy leteszem a telefont. Hát gyerekek, ez egy ilyen live igazából. Az nem az én házam. Jó. Csak egy menedék volt, az nem is az ő háza. Jújjújjújjújj, Michael beszopta. Az nem is a teniszedző háza volt, amit leroboltunk, hanem csak egy menedék. Jújjújjújjújj. Na ebből mi lesz, gyerekek? Erre én egyébként tök kíváncsi vagyok. Kapunk valamit a fejünkre? Leszúrjuk. Ha azt akarja, leszúrjuk. Hoppa, már lőnek is, gyerekek, már lőnek. Püff! Hajd meg! Át kéne váltanom. Átváltunk. Hogy kell átváltani embert? Így. Hallod? Honnan lősz? Rohadj meg! Nem menj már ilyen gyorsan, Michael. De direkt le akarod őket rázni? Okay, visszamegyünk. Nem jön senki, akkor én szerintem visszaváltok akkor Michaelre, és visszamegyünk. De ez olyan hülye! Honnan gondolta volna, hogy egy teniszedzőnek olyan háza van, de tényleg? $150 óradíja, hogy lenne annak a hülyének olyan háza? Basszus, de hülye! Istenem! Ja, Istenem! Hogy lehet valaki ilyen hülye, gyerekek? Nézú! Húzza el a csíkot! Show has a weird way of fucking with people. Yeah, well, through with all that shit. I don't know what the hell's going on. A ház lehúzása fura módja az emberekkel való kibaszásnak. Csak pörög a show. Na, nézzük, mi lesz ebből. Visszaraklak titeket ide. Do you know who I am? Do you? Now, you? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? Ki vagy te, Franklin? Jogosít. Jogosítványt kér tőle. Mr. DeSanta, ki vagyok én? Szerintem Martin Madrazo. Jó fiú. Madrazo, azt mondja, Madrazo. Törvénytisztelő üzletember. De azt gondolom az. Nagyon úgy néz ki. Because of the witnesses came up missing, it's
Eltűnt. Gondolom azért tűntek el a tanúk, mert az a Madrazo az annyira egy ilyen jó arc. Van egy kérdésem számodra. Püf! Ez már üti is. Miért húztál egy építészetileg jelentős modernista csodát le a Winewood Hills-en? Azt hittem, hogy a tulajja a feleségemet dugja. Hát Michael, azt így beszoptad. Nos? Natáliának hotel kell. Amit a helyreállítást fizeted. Valahol a 2 és 5 millió körül lesz, te jó istenem. Hát ez nagyon-nagyon sok dollár lesz. Nagyon kedves. Hát figyelj, mit vártál bátyját? Leromboltál egy házat, ami nem is a teniszedzői. Vagy lehet valaki ilyen hülye? Pénzt kell szerezni, mi? Felkívnom egy régi barátomat, hogy pénzt szerezzünk. Ajaj, Lesterrel lesznek itt dílek. Szegény Franklin mennyire így belecsöppent ezekbe a dolgokba. Tehát így nem igazán számított arra, hogy így ezek így lesznek. És így lettek. Na hát gyerekek, ennyi volt ez a videó. Hogyha tetszett nektek, akkor nyomassatok rá egy lájkot. Akár fel is iratkozhattok. Instagramon még mindig itt megy a live. Úgyhogy ennyi. Hoppá, most eltűnt minden. Anfield Shop Facebook oldal, minden itt van a leírásban, a PayStation, és szevasztok!